Mi lenne ennek az előadásnak a célja? Azt hiszem, hogy vállalkozásom kapcsán nagyon sok más vállalkozást ismerek itt a környéken, és egy olyan szemléletbeli problémát lehet észrevenni Magyarországon, ami már gyakorlatilag ilyen generációs probléma, és rendkívül le vagyunk maradva abban, hogy hogyan gondolkodunk arról, hogy mi a vállalkozás, hogyan nyúlunk hozzá, hogy milyen lehetőségeink vannak vele. Arra kevés az idő, hogy nagyon részleteiből belemenjünk a dolgoknak, de azért szeretném a figyelmet felhívni arra, amiről azért elég sokat lehet hallani, az utóbbi évben dübörög ez a startup mánia, ami hát gyakorlatilag Amerikát nézik, hogy 20-30 éve létezik, csak mi nem tudtunk róla, vagy legalábbis nem tudtuk, hogy így hívják. Azt az instrukciót kaptam, hogy kicsit beszéljek magamról. Ez új nekem, egyébként már 3 éve visszajárok ide megtartani ezt az órát, különböző témákat. Magamról nem sokat szoktam mesélni, pedig most, hogy így végiggondoltam ezt a startupos életutat, valahol én is része vagyok annak, hogy miért lettem vállalkozó, és minden kis apróság, ami eddig az életemben történt, az része annak, hogy hogyan kerültem bele ebbe a körbe. Gyakorlatilag középiskolában, amikor még fogalma sincs az embernek, hogy mit csináljon, mindenfélébe belekóstoltam. Én 13-14 éves koromtól kezdve minden nyarat végig dolgoztam, mindig üzleteltünk valamivel, mindig volt valami olyan apróság, amiből megpróbáltunk megélni, jól éreztük magunkat. Emellett mindig voltak hobbiaim. Mindig egy hobbim volt, arra rendkívül fókuszáltam. Kártyáztam nagyon fiatal koromban, utána fociztam, és utána pedig egy e-sport játékkal játszottam. Mindegyikbe elértem azt a szintet, amit én úgy éreztem, hogy saját tehetségemből, erőmből el tudok érni. Voltam MB2-es, MB3-as bajnok, voltam e-sportban magyar bajnok, világbajnokságon voltam. Tehát így azok a dolgok 2-3 év alatt elérhetőek voltak számomra, ami gyakorlatilag másoknak sok esetben sokkal több ideig tartott, és semmi másnak nem volt köszönhető, csak annak, hogy gyakorlatilag minden játék, minden terület csak egy platform volt számomra, ahol megmérettethettem magam, és attól függően, hogy milyen volt a gondolkodásom, hogy mennyire tudtam koncentrálni, úgy tudtam eredményeket elérni. Én a középiskola után nem mentem egyetemre, ennek egyetlen oka volt, amikor én még végeztem, akkor pont bevezették a kétszintű érettségi rendszert, és így nagyjából 4 hónappal az érettségi előtt derült ki az, hogy nagyjából milyen lesz az érettségi, mindent a tanároknak fogalma sem volt arról, hogy kinek mit kell választani, mondták, nem menjünk emelt szintű érettségére, nincs értelme, stb. Most simán nem vettek fel azokra a szakokra, ahova jelentkeztem. Nagyjából 2-szer annyi volt egyébként a pont, most így a jelenlegi felvételi pont határokat nézve. És elkezdtünk egy ismerősöm, egy teljesen véletlenül folytán egy kis ötletet egyengetni. Egy sima vásárlói közösséget akartunk létrehozni, olyan pluszokkal, amivel úgy éreztük, hogy ez egyedi lesz. Találkoztunk olyan cégekkel, akiknek ez tetszett, befektetőkké váltak, kialakult egy csapat, egy vállalkozás. 2,5 évig dolgoztam egy olyan cégben, ami soha nem került ki a piacra. Hatalmas ötlet volt, mai napig tartom, ma már nem állná meg a helyét egyébként. Rossz szemlélet szerint épült, magyar, nem tudom, hagyományos vállalkozói szemlélet mellett akart valami olyan újat létrehozni, ami nem volt képes a legalapvetőbb hibáit sem kiavítani annak, ahogy egy tipikus magyar vállalkozás kinéz. Úgyhogy úgy döntöttem akkor, hogy kilépek onnan. 2 utat választottam, az egyik az egyetem volt, ezt egyébként Hausmann Péter, biztos ismeritek, hatására tettem, aki az első vállalkozásomban egy tanácsadó igazgató volt, és ő mondta, hogy érdemes több lábon állni. Ezért, amikor a második vállalkozásomat elkezdtem, akkor amellett nappal én végeztem a közgáz, azon a kereskedelmi és marketinget, majdnem a marketing MSC szakot. És azt kell mondjam, hogy jó döntés volt. Teljes mértékben megváltoztatta a szemléletemet is.
teljesen másképp nézek mai napig az egyetemi órákra, mint ahogy egy középiskolában kikerülő diák tette, és mellette képes voltam arra, hogy felépítsünk egy vállalkozást, egy webfejlesztő céget, ami rendkívüli módon megváltozott az utóbbi időben. No, úgy haladjunk is egy kicsit. Úgy szeretném bemutatni a mi vállalkozásunkat, hogy közben ilyen startup párhuzamokat próbálok vonni. Ez nem biztos, hogy sikerülni fog, mert mi nem startup vagyunk, egy webfejlesztő cég vagyunk, ehhez kapcsolódóan webhostinggal, online marketing és egyéb szolgáltatásokkal, de abban azon az úton haladunk, hogy akár ilyen startupokat is ki tudjunk szolgálni, vagy nem akár, kiszolgálunk többet is, csak akár teljesen saját, egyedi, egy szolgáltatásos, egy termékes cég legyünk. Egy kicsit bevonjam titeket, ez mindig egy ilyen labilis talaj, hogy mennyire sikerül. Ki látta a Steve Jobs-os filmet, ilyen gyors készfeltétellel? Ez egy új senki. Nem is érdekel senkit Steve Jobs élete. És az internship egy gyakornokok, ez is egy új film. Ezt már egy páran. És a Facebook filmet, ezért ez egy égerbi, jó, sokat tőlünk. És ki látta az Indexnek a startup videóit? Volt egy 6 részes ketten. Ez az a legrosszabb, hogy a gyakornokokat láttátok a legtöbben, mert annak nem sok köze van a valósághoz. Ott ugye a Google-be való bekerülésről szól gyakorlatilag a film, de azon kívül, hogy vicces, inkább bosszantó szakmai szemmel, hogy mit jelenítettek meg ott. Ajánlom a Steve Jobs filmet és ha úgy nézzük, akkor a social network is azért, hogy motivációt szerezzetek. Ennél én úgy gondolom, hogyha megérzitek, hogy ők hogyan gondolkodtak, hogy mit miért tettek, hogy mekkorákat kockáztattak, hogy mit fel nem adtak az ötleteikért, a hitükért, akkor amondom vagyok, hogy sokkal többet lehet belőle meríteni, kitartást, hitet, mint bármi másból. És ugyanez igaz az Index Startup videóira is, de érdemes rákeresni. Nagy magyar startupokat keresték meg, és őket kérdezgetik ilyen témában. Szerintem zseniális egyébként a sorozat. Igen, néhány idézet. Az első, az Lakatos Dávid. Nem hiszem, hogy ez a néves sokat mond így nektek. Ő azt mondja, hogy nem nagy dolog céget alapítani, startup céget, de jobb, mint ha soha nem tettük volna. Ő a Soldnak az alapítója. A Sold az, ha nem is tudjátok, hogy mit csinál a szoftver, mostanában azt lehetett hallani, hogy felvásárolt a Dropbox, arról csak hallottatok. Ez egy teljesen magyar ihletésű startup, gyakorlatilag 9 fős cég, ami jelenleg Amerikában nem kevés pénzért elkelt, és hát azt hiszem, hogy egy hatalmas sikertörténet lesz, ugyanúgy a Prezi Stream Login és a társai. Illetve hát egy-két Steve Jobs idézetet tőle lehetne használni sokkal többet is. Azt hiszem, hogy ő maga nevében élen járt ezen a területen, hogy újakat találjon ki. Persze sokan mondják, hogy te iPhone, meg iPad, mindegyik ugyanolyan, de gyakorlatilag ő kitalálták a személyi számítógépet. Tehát ez a fogalom nem létezett korábban, hogy személyi számítógép, és azt hiszem, hogy amikor valakinek akkora víziója van a szem előtt, hogy ezt meg ki tudja találni, amikor senkinek nem volt piaca annak, hogy az emberek számítógépet használjanak, hogy ott van a háztartásban, ilyenhez nyúljanak, és akkor ahogy kitalálta és amit megcsinált belőle, hát ez zseniális. No, mi is ez a startup? Hogy erről is persze egy ötlet alapú, gyors növekedési spirál, és általában IT szektorhoz kapcsolódik, de ez így nem teljesen igaz. És akkor minden startup volt valamikor, igen, a személyi számítógép, igen, az e-mail is van, akkor azt mondták, hogy nem, innentől kezdve nem fogsz postán leveleket küldeni, meg e-mailben, hát ezt nem is akarták elvinni, hogy ilyen lesz. És akkor itt vannak a magyar kötődésű példák, mert az nem teljesen magyarok. Itt oda is raktam, vagy ez egy új logó már gyakorlatilag, hogy a Soldot megvette a Dropbox, de azért megkérdezem, Ustream-et ki ismeri? Nem is hallottatok még róla, online közvetítős, tehát így ez mondjuk egy ilyen 15%-ig volt. Jó, Prezi. Jó, akkor ismerjétek meg, nem tette fel a kezét, ez most Prezi. És a Logmin, ez gyakorlatilag a legnagyobb magyar kötődésű startup, fel van a NASDAQ-en is, és hát idén, ha minden igaz, akkor egy ilyen 150 millió dolláros árbevételt fognak realizálni.
illetve a DeepMind School, ez egy újabb, ezt csak azért raktam benne az indexes videóba, egyébként én sem ismerem, de ez is egy induló érdemes próbálkozás, ő is megint van Amerikában. Pár szót arról, nem tudom, hogy mennyire jó ez, hogy miért kell kimenni Amerikába azoknak, akik itt vannak. Hát Logmin ez nagyon jó példát mondott erre, vagy hát, hogy miért mentek ki, azért mert befektetők közelebb akarták látni a pénzüket. De gyakorlatilag nagyon-nagyon sok lépésig nincs jelentősége annak, hogy hol vagyunk. Én az előadásomnak az első címe, még tegnap ilyen 6 körül, amikor elkezdtem ezt összerakni, az ilyen az volt, hogy hogyan jussunk messzire, úgyhogy nem megyünk sehova. De ezt nem mertem fenntartani, mert ez így nem igaz, teljesen nem megyünk sehova. De az én vállalkozásomnak jelenleg a forgalma az 80%-ban külföldi megrendelők munkáiból terülik össze, vagy megrendelésekből terülik össze. Nagyon kicsi az a része, amit itthon dolgozunk. Az is többnyire mások azért van, mert régóta a piacon vagyunk, és kiszolgáljuk azokat a partnereinket, akikkel együtt dolgoztunk, de nem hajtjuk itthon, hogy nekünk új munkáik legyenek. Ehhez nem kell elmenni sehova. Na, nagyon egyszerűen Skype-on, ami egy észt, startup egyébként, Észtország leghíresebb startupja. Mindent el tudunk intézni, semmi nem kell ahhoz, hogy személyes jelenlét, vagy készfogás, vagy nem is tudom, tehát még ilyenek jöhetnének ilyen magyar például, hogy mi kell ahhoz, hogy menjen egy üzlet. Néhány címszó arról, hogy hogyan érdemes ilyenbe belevágni. Ez a találd meg az utadat is arra fókuszál, egy nagyon jó példa, hogy én a középiskola után jogra adtam le a jelentkezésemet, kommunikációra, és már nem is tudom, mi volt a harmadik, de hála az égnek, hogy nem vettek fel sehova azok közül. Tehát így azt hiszem, hogy akkor később találtam volna meg azt az utat, amiben tudok érvényesülni, és úgy érzem, hogy ki tudok teljesedni. Mikor érdemes? Hát középiskolában kezdik az amerikaiak, tehát 16-17 évesen már elkezdik őket levadászni, 18-19 évesen már Silicon Valley-ben ülnek egy irodában, és aki jó, az már ott van. Nekünk, én úgy gondolom, hogy pályakezdőként a legegyszerűbb még, ilyen kitolódott modellt látok én, miszerint a szülők eltartják a diákot többnyire, akik egyetemen vannak, és akkor utána még azt látom, hogy az ismerőseim nagy része munkát keres legalább 2 évig, amíg el tud helyezkedni egy olyan helyen, ahol legalább elviseli a munkáját. És ez igaz a közgazdászokra is, tehát ez sem egy joker diploma, nagyon sok munkanélküli közgazdász van. De ilyenkor, amikor még 23, 24, 25 évesen kikerül az ember az egyetemről, vagy még fiatalabban, mondjuk BR-ról, akkor sokkal kisebb kockázattal lehet nekiállni, mint amikor már dolgozol valahol, van egy életviteled, abból kitörni, abból is érdemes. Tehát én amondó vagyok, hogy érdemes ilyen fordulatokat tenni, de akkor sokkal nehezebb. Egyéni motiváció. Hát akármilyen tréningen voltam eddig, hogyha arról volt szó, hogy motiváció, mindig az első szó az volt, hogy pénz. Ez valahol igaz, de nem. Tehát például engem nem a pénz motivál. A startup cégek tulajdonosai, még a legnagyobbakat is, a mai napig nem a pénz motivál. Miben mutatkozik ez meg? Ugye ránéztek egy magyar vállalkozásra, és ez ilyen nagyon kisarkított példa, nyilván nem lopcsalhazudik, ez nem igaz, de többnyire meglepődünk, hogyha az a cég fejleszt, hogyha az a cég befektet a saját embereibe, ezek jó példával járnak mindenki előtt, aki ezt csinálja. A vállalkozónak biztos, hogy legalább van egy BMW-je, vagy egy Audi-ja, egy szép nagy háza a mecsek oldalba, és a lehető legoptimálisabban tartja a vállalkozását. Még ne menjen el a munkaerő, de azért dolgozzon ott, de amennyit lehet, húzzon ki belőle, stb. És egy startup cégnél évek mehetnek el úgy, hogy mondjuk nem a tulajdonos a legjobban kereső a vállalkozásban. Én 6 éve, nagyjából 6 éve csinálom a, nem lehet, hogy a röblaboltat.
és 10 éve létezik a cég, tehát az üzlettársam az már 5 évvel megelőzött, ebbe én hozzátársultam be. Nem volt még olyan, hogy én kerestem volna a legtöbbet, hogy az üzlettársam a cégen belül. Mindig volt olyan tehetséges, profi munkaerőnk, aki többet keresett nálunk. Ez egy érdekes dolog, de így van. Nekem mik a motivációim? Hát ezek az egyéni motivációk, ezek mindig mások. A képek azok azt mutatják, hogy 2012 karácsonyán, amikor egyébként 2012-es ilyen világvége hangulatú képeslapot küldtünk az ügyfeleinknek, négyen voltunk, ez nem igaz, mert öten voltunk egyébként, csak ez egy fotózásról a kutyát fotóztuk egy marketing anyagba a Pécsi Fotoklub számára, és ott készült ez a kép, és ez került a poszterre. Ez pedig most ősszel egy csoportkép, ahol már igazából 9-en vagyunk, most újra 8-an, de azon dolgozok, hogy még két embert találjak, akit be tudok építeni ebbe a csapatba. Nekem az a motiváció, hogy velük együtt dolgozom, hogy nekik munkát adok, hogy amit létrehozunk, az jó, és igazából azt használják mások, amit mi csinálunk, azzal teremtenek plusz értéket, és ezáltal annyi pozitív dolog vesz körül, hogy már csak az mód, tehát olyan dolgokat megcsinálunk nap, mint nap, amit nem is gondolnám, hogy egy kivitelező vállalkozás megcsinál. Milyen körülmények között? Hát ez is tipikus példája annak, hogy ilyen nagyon minimál dizájnos irodák és számítógép asztal, egér, nagyjából ennyiből kellene állni egy irodának. Ugye a Google az jó példa, mert hogy milyen hatalmas a Google irodák, milyen szépek, meg ilyesmi. Nem kell ennyire messze elragaszkodni. Tehát én úgy gondolom, hogy mi az elején óta az üzletársam azért vállalkozunk, hogy olyan munkakörnyezetet és olyan csapatot tudjuk létrehozni, ha szeretünk dolgozni. Nem biztos, hogy ez a legjobb példa erre. A felső képen van egyébként az irodánknak az előtere. Minden itt mit csináltunk? Mi festettük a falakat, mi furtuk fel a logót a falra, mi szőnyegeztünk, és az égvilágon mindent mi csináltunk úgy, ahogy mi szerettünk volna. És van egy irodánk, ahol dolgozunk, van egy pihenőnk, és lesz most még egy tárgyalunk az ilyen alaphelységeken kívül. Én úgy gondolom, hogy mi meg tudjuk teremteni kicsiben azt a munkakörnyezetet, amivel egy 10 fős cég kis csapatban jól tud dolgozni, és egész más hangulat van, mint szokott lenni. Ez most egyébként egy ilyen egyhetes történet, minigolfozunk a cégen belül, hogy hogyan építsünk minigolf pályát, úgyhogy nincs semmi. De van ott klímának a csöve, akkor ilyen szegély lécek, amik a felújításban maradtak, ugye mappák, akkor hogyan fejlődött tovább a gondolatmenet, amikor már elkezdtünk egyre jobban belevenni abba, hogy minigolfozunk. A végén már egészen komoly pályákat, már a számítógépet, az egyiket is kiszedtük, az itt van valalul, hogy az is tartsa a szegély lécet, hogy minél biztonságosabb legyen a pálya. Mint ahogy például a súlynak is tökéletes a porszívónakat. Hát én nem semmivel sem akarok egyébként ezzel mondani, csak azt, hogy alapvetően én úgy érzem, hogy mi jól érezzük magunkat a cégen belül, nagyon remélem, hogy így vannak azok is, akik nálunk dolgoznak. Nóri megmondhatja. Egyébként ugye majdnem késve befutott volt gyakornokunk. Hogyan alatt kicsit puskázok, igen, munkaidőre akartam itt kitérni. Az is gyakori, hogy hallom az ismerősémtől, hogy 8 órát dolgoznak, akkor 8 óra 1 percre elhagyják az irodát. Én nem vagyok ilyen workaholic, félreértés lássan, nagyon szeretek minden más csinálni, most is vannak hobbiaim, amit szeretek csinálni, de sokat dolgozom. Reggel én nyitom az irodaházat, és én zárom többnyire, hanem az üzlettársam zárja, és azért, mert szeretjük csinálni. És nem is veszem nehézségnek azt, hogy esetleg 10-11 vagy még többet órát dolgozom, mert nem ezen múlik a dolog. És akik startup céget csináltak, azok nem álltak le 8 óra után. Azok beülnek, és hát eleve úgy néz ki, egy startup weekend, nem tudom, hallottatok-e már ilyen kifejezést, 2-3 napos rendezvények, elmész
bedobnak egy csapatba, ki kell dolgozni egy ötletet, kell csinálni egy demót belőle, ott vannak az entrepreneurök, az üzleti angyalok, és ha tetszik az ötletet, felkarolnak, és lesz belőle egy vállalkozás. Ilyen rendezvények Magyarországon is vannak, inkább Pesten, de meg lehet őket találni. És gyakorlatilag éjjel-nappal dolgoznak akkor ki az ötleten. És hogy az ember rá is érez, és tényleg azzal foglalkozik, amivel akar, hogy ez így abszolút nem probléma. Erre mennyi pénzért, erre nagyjából válaszoltam ott az egyéni motivációknál. Az első demo pedig, ezt azért raktam ide, mert nekem az első vállalkozásom szerintem részben azért ment tönkre, független attól, hogy a két befektető az nem teljesen azt a modern szemléletet képviselte, ami kellett volna hozzá, hogy soha nem ment ki a piacra a termék. Hogy csinálunk egy alkalmazást, legyen szó egy web alkalmazásról, mobil alkalmazásról, bármilyen ötletről, amint van belőle mutatható változat, ki kell vinni. Magyar gondolkodás mit mond? Ja, hát miért mondja ezt a magyar gondolkodás? Mi volt a konferenciákon, a startup konferenciákon, a kérdések 80%-a az arról szólt, hogy hát de hogy tudjuk megvédeni az ötletünket? De hogy a befektető nem lopja el az ötletet? Miért kell nekünk, vagy ő nem akar másokkal együtt dolgozni, mert akkor biztos az lesz belőle, hogy őt kifúrják és kitúrják. És ezek a kérdések így repkednek össze-vissza. Akik meg benne vannak, például amikor itt volt a kollapszos startup konferencia, és ott nem volt a logmintől egy előadó, ami nézett, hogy most te miről beszéltek? Egy befektető, akinek pénze van és nem csinál semmit az ég világon, csak kockázatot elemez és megmondja, hogy ez jó, neki megtérülhet, belefekteti a pénzét, az ég világon nem akar azzal foglalkozni, hogy olyan embereket találjon, akik ugyanazzal a hittel, lelkesedéssel, gondolatmenettel, jövőképpel, vízióval, mindennel együtt tudjanak egy ötletet végigvinni, mint ahogy te meg tudod csinálni. Ezért is gyakorlatilag, amikor ilyen felvásárlások mennek, mint például most, hogy a Szoldot megvette a Dropbox, azt a 9 fős csapatot egy-egybe betették a Dropboxba. Nem módosították, nem raktak mellé két felügyelő embert, semmi más. Csak egyszerűen tudják, hogy egy olyan befektetési lehetőség, ami az ő szolgáltatások mellé nagyon jó lesz. Gondolom értik a lényegét, amit lehet, hogy még nem látunk át most. De ugyanez igaz a Facebook megvásárolt az Instagramot, ugye. Tehát az is olyan, hogy a Facebook, most nem mondom azt, hogy hanyatlóban van, nincs hanyatlóban, de mondjuk a növekedésű ütem csökken. Míg az Instagram meg hatalmas növekedésű ütemet produkál, és még akkor belenyúltak, amikor lehetett. Jó. Nagyjából időben vagyok. Ez nem biztos, hogy végig fogok menni az összes dián. Tőletek függ majd, hogyha lehet, hogy megállok egyszer, hogy van-e kérdés, bármilyen témám, és arra válaszolok inkább. Hogyan kapcsolódik ez az online marketinghez, hogy egy kicsit ezt a vonalat is erősítsük? Amiről főleg szó lesz, az a Google és a közösségi hálózatok, mint két nagy indikátor, amihez gyakorlatilag csatlakozni kell azért, hogy ki kell szolgálni őket, mellé kell építeni a szolgáltatást, a szoftvert, annak érdekében, hogy egyáltalán versenyképesek, piacképesek legyünk. Ez ma rendkívül meghatározó. Mindig szoktam mutatni ilyen social media landscape-eket, ahol a Google meg a Facebook középen van, és minden körülöttük épül. Most is kerestem, mert ezt egyébként neten lehet megtalálni. Én nem találtam olyat, amire azt írták 2013-ban, nem értettem vele egyet, úgyhogy nem hoztam el. Azért most a legnagyobb szereplők azok még mellé a Twitter, a LinkedIn, a saját területükön, Instagram, Pinterest, és társaik, de azok meg kisebbek. Szóval miért fontos az e-marketing, azt így nagyon nem is akarom részletezni, biztos vagyok benne, hogy ezt így egy ilyen előadáson nem kell elmondani, de azért annak az összetétele az számít, hogy hogyan változik az a hatalmas pénzmennyiség, ami az online marketingbe megy át az elmúlt években. Szóval, amikor a tavaszi előadásomat tartottam, akkor ez egy ilyen háromnapos diagram volt, de azóta nem lett újabb, úgyhogy ez a legaktuálisabb. A tavalyi reklámköltés azért ez egy kimagasló 35 milliárd forintos forgalom volt Magyarországon. Ugye ez hogyan áll össze? Nagyon röviden a display hirdetések alatt értünk minden olyat, ami online területen a hagyományos hirdetési felületekkel egyezik. A kereső hirdetések azok nyilván a keresőhöz kapcsolódnak, a
listing az ilyen vertikális, meg árhasonlító oldalak, aukciós portálok, Patera, RG, nem tudom, brands, stb. E-mail marketing az szerintem egyértelmű, tehát a mobil marketing az még egy elég elenyésző dolog, de ha azt nézzük, hogy hogyan változik ezeknek az összetétele megoszlása, akkor az látszik, hogy a display hirdetések szorulnak vissza, ez a baloldali rész 47%-ra visszaesett 70%-ról az elmúlt 5 évben. Ez azért annak köszönhető, hogy egyrészt fejlődnek a cégek és fejlődnek az online marketing vállalkozások is, és felismerik azokat az eszközöket, amik nem csak arról szólnak, hogy tegyünk egy bannert ide, biztos rákattintanak. Én a saját vállalkozásaimnál nem erőltetem a display hirdetéseket. Van, aminek megvan a helye, tehát egy rendezvény kapcsán, egy figyelemfelhívás kapcsán tök jó, de mondjuk értékesítés ösztönzésre nem használom. A kereső az ezzel arányosan, de mondjuk nem ennyi, ekkora mértékben növekedett, az már egy sokkal másabb történet, arról szól ez később, és a többi az hatalmas változás nem ér, azért fontos megjönteni, mobil azért folyamatosan növekszik. Nálunk annyira, nem is erős még annyira mobil, mint mondjuk külföldön, de mi, akik leginkább Angliában dolgozunk, olyan elvárásoknak kell megfelelni, például a mobil optimalizálás oldalára, amiről nagyon kevesen tudnak Magyarországon. Nincs sok cég, aki úgy tud mobil optimalizálni, responsívabb oldalakat készíteni, mobil oldalakat készíteni, ahogy ezt mi csináljuk kintre. És ezért is van munkánk nagyjából, tehát nincs mit értékesítenünk meg ilyesmi. Még egy adat szezonalitásról. Az látszik, hogy évvégén megnő a reklámokra költött pénzösszeg. Ez okozza az én általános fáradtságomat is, ami miatt kicsit lassabb vagyok, mint szoktam lenni. Ez azért van, mert gyakorlatilag az összes itteni ügyfelünként megőrült, realizálják a bevételeiknek a nagy részét november-decemberben, semmi más nem csinálunk, csak piros kalapos képeket, meg kampányokat, meg ilyesmi, tehát Mikulás sapkától már mindenkinek herótja van nálunk. De hát ez van. A indikátorok, ugye beszéltem, hogy az közösségi média meg a Google. A közösségi médiáról sokat nem akarok beszélni, egyrészt azért már csütörtökön erről fogtok előadást hallani Lévai Richardnak az olvasatában, úgyhogy inkább a másikról beszélek. De azért annyit megemlítek, hogy miért, mi is az a közösségi média, és mitől olyan erős. Ehhez pedig most a fogalmán kívül a története érdekes, ami egy elég korszakos kép, de azért valamit jól mutat, hogy amikor volt ez a web 1.0-ás időszak, akkor nagyjából annyira szólt a dolog, hogy mi, a vállalkozások szólunk az emberekhez. A web 2.0-ban elkezdődött a visszafelé való kommunikáció, elkezdett létrejönni olyan kollektív tudás, mint akár említettünk a Wikipédiát, és tehát ez az ábra szerint majd a Web 3.0-ban ez még jobb lesz, és akkor már jó minőségű, elismert tartalomgyártó ember lesz mindenki gyakorlatilag, tehát minden tartalom igényes lesz, és jó, és stb. Mert maguk a szoftverek fogják kiszűrni azokat, amik rossz tartalmak. Ez nagyon fontos. Két gondolat. Mindenki egy lapról indul. Nehéz lett volna korábban elképzelni olyan felületet közösségi média előtt, ahol független attól, hogy te egy magánszemély vagy, egy cég, egy tanácsadó, egy non-profit szervezet, ugyanarról a nulláról indulunk. Hát gondoljunk csak bele a Facebook. Most teljesen mindegy, hogy a Coca-Cola csinálja meg az első Facebook oldalt, vagy az én kis üdítős cégem itt Pécsen, ugyanonnan indulunk. Azt, hogy utána mit fektetünk bele, milyen ötletesek vagyunk, nyilván nekünk nagyobb apparátusok van ahhoz, hogy ötletesek legyünk. De rengeteg olyan cég van, aki saját ötletéből a közösségi médiában nagyon szépen ki tudott törni. És kihasználták a lehetőségeket, és elértek eredményeket. És ami még fontos, erről pedig, hogy valami hasonlóról lesz jövő héten előadás, hogy promotáljuk egy hálózati kapcsolatokról, ugyanekkor ugyan itt, igaz? Nem itt az aulában. Hogyan erősödtek ezek a hálózati kapcsolatok? Mi korábban beszéltünk arról, hogy családbarát iskola, munkahely, és azoknak közössége, vagy éppen egy sportszervezet, vagy ilyesmi. Addig
közösségi hálózat, hogy bárhol csatlakozhatunk, megvan a lehetőségünk összefogni másokkal, véleményt nyilvánítani, kifejezni saját magunkat. Egy teljesen más történetről beszélünk, mint korábban. Ezek mind ilyen evidensnek tűnnek egyébként számunkra, de hogyha belegondoltok, hogy korábban milyen volt a mindennapi élet, akkor ez nem így van. Tehát ez egy mostában kialakult dolog. A Google is csak egy startup volt valamikor, nem létezett, de nem az első kereső volt egyébként a Google, ahogy a Facebook sem az első közösségi oldal volt, és az sem igaz, hogy csak úgy érdemes startupot csinálni, hogy az én ötletem a legegyedibb a világon, és akkor csak abból csinálkozni, és addig görcsölök, amíg nem lesz az én ötletem a legjobb. Nem azon múlik egy startup, hogy az alapötlet egy mekkora zseniális. A Sword-nak az alapötlete az egy vicc gyakorlatilag. Egy telefonnal lefényképezett telefonnal a terméket, és azonnal fel van az oldalon, és el tudod, bekerül gyakorlatilag egy kereskedelmi láncba, ennyi nagyjából a dolog. Ők csomagolják át neked, ők adják a terméket, tehát még logisztika is van benne. Talán nem tudom mennyire reális, de nagyon jól megy. De én mindig gondolkodok ilyen startup ötleteken, és most is hallottam egy jó poént, hogy szerdán volt egy app konferencia Pesten, ilyen alkalmazásfejlesztő konferencia, és ott mondta az egyik előadó a presszitől, hogy nem kell egy dolgot gondolkodni, hogyha azt mondom, hogy vegyünk egy startup céget, mi legyen a startup cégünk, mondjuk legyen egy olyan alkalmazásunk, ami, hogyha megyünk a tengerparton kocsival, akkor jelzi, hogy milyenek a hullámok. Csak azok számára tűnik jónak első olvasatban, akik szörföznek, hiszen számukra annyit jelent, hogy megy a parton a haverjaival, és akkor ott állnak meg is, és jönnek ki, ahol az alkalmazás megmutatja nekik, hol érdemes tanulni. Hát, hogy akkor gondolkodjunk tovább, kinek jó ez az alkalmazás, még ugye jó a partimentőknek, nem tudom, hogy mondják ezeket, és még meg annyi más mindenkinek, aki időjárással kapcsolatos dolgokat akar tudni. És akkor lehet tovább gondolkodni azon, hogy ez mitől lesz jó. És gyakorlatilag ilyen pici alapötleteket kivitelezni, 3 nap, 4 nap, 5 nap, Facebookot egy hét alatt rakták össze az elején az első beta verzióját. Kimegy a demo, hogyha sikeres, hogyha jók a visszajelzések, akkor bármit ki lehet belőle hozni. Amit még ezzel kapcsolatban akartam mondani, hogy de azért nem kell végletekig ragaszkodni egy ötlethez. Tehát én azt is hibának tartom, hogy 2,5 évig voltam abban a vállalkozó, túl fiatal voltam ahhoz, hogy tudjam, hogy már előtt ki kellett volna szállni belőle, de rossz ötletből, ami látszólag bukni fog, abból azért hamarabb ki kell szállni. Ez is benne van. De ami viszont jó, abban meg hinni kell és csinálni tovább. Jó. Akkor egy vállalkozás kereső marketingéről fogunk most beszélni, illetve hát nem egy vállalkozás, hanem a vállalkozási kereső marketingéről, ami azért fontos, mert gyakorlatilag szerintem a legnagyobb indikátor, mondjuk úgy nem a legnagyobb indikátor, mint a közösségi hálózat, hogy most ilyen hirtelen felfutásokat lehet rajta kivitelezni, de jelenléte nélkül gyakorlatilag sehol sem vagyunk. Jaj. Search Engine Marketing egyébként a rövidítés. Mi a célunk? Nyilván az, hogy minél előbb legyünk. Mindenképp ez a cél? Az a fő, hogy az elsőbb legyünk? Mindenkitől ezt hallom, minden ügyfelem azt mondja, hogy az elsőnek kell lenni. Hogyha AdWords-ezünk, az a legfontosabb, hogy még kulcs pozícióban legyünk. Ez nem értik egyet egyébként. Hogyha elsők vagyunk, onnan elég könnyű egyébként lebukni, hozzáteszem. Hogyha másodikok, harmadikok, negyedikek, ötödikek vagyunk, akkor azokat a kereső személyeket találjuk meg, akik keresnek valójában, nem csak rákattintanak az első találatra, és elfordulnak onnan nagyon gyorsan. Nyilván a Google-nak az a célja, hogy a legtökéletesebb keresőmotort hozza létre, hogy a legrelevánsabb választ adja a te kérdésedre. Ezért azt lehetne mondani, hogy igen, az első találat a legjobb, de az első 3 találat az úgyis mindig az lesz, aki a legtöbbet költi rá. Az pedig nem a legrelevánsabb információ lesz, hanem a legjobb üzlet, leginkább nyomott üzleti döntés eredménye. Úgyhogy én soha nem akarok például AdWords-ban oda kerülni az első 2 helyre. Mobilban oda kell, mert a harmadik helyre az már van az oldalján. De azokat érdemesebb megtalálni, hogy azok optimálisabbak, akik keresnek is, valójában megnézik az eredményeket, és az alapján választanak.
két területe van a kereső marketingnek, az egyik az optimalizálás, gyakorlatilag az organikus keresőt jelenti, a másik a hirdetés. Ugye hát ezt mindenki tudja, hogy így épül fel nagyjából, mert a színek is ezt szokták jelezni, hát az organikus keresés található van a középen, körülötte pedig, alatta pedig a fizetett kereső hirdetések, azaz a szponzorált linkek. Ugye a hirdetéseknek van még egy része, amire most nem raktam be pénzként, tehát a display hirdetések az gyakorlatilag a, mert szó lesz róla, de mások oldalain elhelyezett hirdetési felületek, bannerek, szövegek. Igen, tehát hogy milyen hirdetéseink van, van a kereső hirdetések és display, illetve hát vannak még fizetett listázások, itt ezek is egyébként nagyon jól mennek, akár közösségi vásárló oldalak és kuponos, meg mindenféle, ezek annyira dübörögnek például most Magyarországon, és olyan érdekes pszichológiája lehet, hogy miért megy ennyire Magyarországon a kuponozás, hogy mondjuk nem mondom, hogy külföldön nem megy, de hogy ott már mondjuk egy Groupon be tud csődölni adott esetben, vagy hogy lehet, hogy nálunk meg még mindegyik ilyen hatalmas felfutási spirál van, az sokkal jobban illeszkedik ez a kuponozás a magyar bevett szokásokhoz, meg modellekhez, hiszen hatalmas akciókat látnak maguk előtt, független attól, hogy nagyjából ugyanúgy kapják a szolgáltatást, mint hogyha egyébként megvásárolnak, de a pszichológiája jó ahhoz, hogy megfeleljen ennek a magyar piacnak. Egy kívül. Mielőtt elmegy a hangom. Na, először beszélünk a kereső optimalizálásról. Nekem Heroton van azoktól a cégektől, akik azzal keresik meg az ügyfeleinket, hogy erre meg arra a kulcsóra előre hozzák őket, és majd ők kereső optimalizálják az általunk készített oldalakat. Hálaiknak már leneveltem a mi ügyfeleinket arról, hogy ilyeneket csináljanak, de az igaz, hogy rengeteg az ilyen nem túl szakmailag nem túl érthető vállalkozás, aki ezzel próbál ügyfeleket elcsábítani. Kereső optimalizálásra nincsenek ilyen bevett modellek, hogy én most kihelyezek 1000 linket az oldalamra, és akkor én leszek az első, ez nem igaz. Ez egy rendkívül komplex folyamat, legalább nem tudom, 100 tényezőnek meg kell felelni, és ezeket a tényezőket havi rendszerességgel módosítja, változtatja a Google, sose lehet tudni, hogy mi a legértékesebb, a legfontosabb, irányelveket határoz meg, és azoknak az irányelveknek kell megfelelni. Tehát ha azt mondom, hogy a Google-nek az a célja, hogy releváns tartalmakra vigye a keresőket, akkor nem mondhatjuk azt, hogy az lesz a releváns megoldás, hogy a legtöbbször tudja felsorolni a Google-ba megfelelő kulcsszót az oldalán. Ez így nem igaz. Jó. Ingyenes. Ez azért van idézőjelben, mert nem az, rengeteg munkával jár, de alapvetően azért nem fizetünk, hogy a keresőben ott legyünk. Kettő összehasonlításra, hogy a SEO az organikus, a PPC pedig az a pay-per-click rövidítés, hogy fizetsz a kattintásonként. Hosszú távú eredményeket lehet érni a kereső optimalizálással, a hatékonyság az nem garantált, viszont a forgalom az ingyenes. AdWords-el pedig rövid távú gyors eredményeket garantáltan elérhetünk és kattintásonként kell fizetni. Már látom, hogy hiányzik az őketről a Atlanta az írásjel, ez nagyon vicces, hogy a Prezi, mint magyar startup, jó, félig magyar, vagy hát mégis az Árvai Péter az soha nem volt Magyarországon, de magyar, mert azért nem itteni születési magyar. Olyan szoftvert hoz létre, ahol a fontoknak a 80-90%-ában nincs magyar ékezet, de mindegy, és ezen túl tehetjük magunkat, azért nem magyar piacra készült a termék alapvetően. Mik az előnyei? Folyamatosan ott vagyunk, költséghatékonyan tudunk ott lenni, ha ügyesek vagyunk, kitartóak, tartalmat generálunk, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy eredményeket érhetünk el, függetlenül attól, hogy nem költünk milliókat online marketingre. Rendkívül jól mérhető és kiszámítható megtérülése. Innen azt emelném ki, hogy például azok a cégek, azok a kis és középvállalkozások, akik itt a Baranyában vannak, a mi vállalkozásainknál a forgalom gyakorlatilag 80-90%-a az organikus keresőből jön, sehonnan máshonnan. Ugye ilyen jelentősége van annak, hogy mennyire kell megfelelnünk a Google-nek. És ez van egy elég részletes ábrám is. Ezen nem módosítottam, ezt tavaly elég sok időt töltöttem vele, hogy elkészítsem.
miből áll össze ez a kereső optimalizálás. Nagy részt igaz, soha nem lesz igaz az, aki kereső optimalizálásról beszél, egyébként nem lehet soha releváns az, amit mond, mert ez folyamatosan változik. De ezek olyan irányelvek, amiket érdemes betartani. A web analitika és statisztika, hogy mi alapján építünk stratégiát. Ha azt mondjuk, hogy mi a keresőben ott akarunk lenni, nekünk egy olyan stratégia szemléletet kell képviselni, ahol pontosan tudjuk, hogy mit akarunk elérni. Ennek az alapját nyújtja a Google Analytics. Ez az a program, ami az a statisztikai szoftver, amivel elemezni tudjuk a weboldalunkat. Gyakorlatilag mindenkiről mindent tudunk, minden látogat, honnan jött, milyen számítógépe van, mennyi időt töltött, melyik oldalakat nézte, hogyan haladt az oldalon. És ez alapján rengeteg lehetőségünk van. Annyira szerintem nem látszik innen, de ami érdekes ebben, hogy például egy cégnek a hétvégék azok, hogy leesett a forgalom, például látszik ez az ingadozás, hogy mindig visszatér a hétköznapi forgalom ennél a vállalkozásnál. Illetve, hogyha néznek az egyébként forgalmi források szerinti szűrés, fizetett kereső hirdetések CPC van elő, utána az organikus kereső, ARG, direkt megkeresések, olcsóbbat, Facebook, Google, Index, stb. Jó. Nagyjából így tevődik össze egy kitált vállalkozás, nem így van, csak így satíroztam, hogy ne látszik, hogy melyik. És egy érdekességet emeltem ki, ez nagyjából másfél év van a Google Analytics-ben, ez egy látogató folyamata nevezett ábra. Itt gyakorlatilag mindent tudhatunk arról, hogy melyik oldalról jutottak el hozzánk, ott mit néztek, merre mentek, mikor léptek ki az oldalról, és hova tartottunk. Miért van egy jelentősége? Miért kell nekünk ezeket tudni, és miért jó az, hogyha ezzel sokat foglalkozunk, és ebből tudunk gondolkodni. Sokszor nem is gondolnánk, hogy melyikek a legnépszerűbb oldalaink, hogy miért találták meg azokat. Egyrészt nyilván megvan az a felhasználói élmény, ellenőrzés, vagy felépítés, architektúra ellenőrzés, hogy tudjuk, hogy mire kattintanak rá többet. De hogyha van olyan oldal, amit nehezebben találnak meg, azt ebből le tudjuk szűrni, el tudjuk helyezni a továbbnavigálásokat a népszerű oldalakon, és teljesen át tudjuk alakítani ezt a struktúrát. Ha van tovább lehet ellenőrizni, hogy az az optimális felépítés nem lesz, amit mi el akarunk érni. Tartalom. A tartalom az gyakorlatilag minden esetben, bármilyen keresőről beszélünk, az nem csak a Google-re igaz a LinkedIn keresőjére, vagy bármilyen, mindig a keresési szándékkal kell találkozni. A tartalomnak meg kell felelni annak, amire keres az ember. Kicsit hátfordítom, olyan, mint az angol fogalmazás középiskolában, hogy kaptunk 10 szót, és írj belőle egy fogalmazást. Tudom, hogy mi az, ami alapján azt akarom, hogy megtaláljanak minket. Nekünk olyan tartalmakat kell generálni, ahol egyrészt normálisan szerepel benne az a 10 szó, másrészt pedig tényleg is a téma a köré épülve. Hogyan megy ez a tartalomszerkesztési evolúció? Hát most már jó két hónap jelent meg egyébként a Google-nek az új keresőmotorja, a Hummingbird. Gyakorlatilag azért jött létre, hogy kiírtsa azokat a vállalkozásokat, vagy azokat a próbálkozókat, akik ilyen keresztlinkelésekkel és kulcsszóhalmozással próbálják a pozícióikat javítani. Tehát kiskapukat keresnek gyakorlatilag a Google keresőjében. Erről szól a kereső optimalizálás, amit értékesítenek egyébként az ilyen online marketingért cégek. Míg ez nem jó a Google-nek, ő azt akarja, hogy releváns tartalom legyen alatta. Hogyan készítsünk minőségi tartalmat, hát erről sokat lehetne beszélni, igazából egyedi legyen, nagyjából ennyit jelent. És hogyan ne készítsünk tartalmakat, hát semmiképp sem másoljunk tartalmakat. Még a saját oldalunkról sem másoljunk, vagy duplikáljunk, vagy egyéb. Egy ilyen alapvető hiba, hogyha azt mondom, hogy az én termék, vagy az én webáruházomban a termék alódon mindig legyen egy állandó szöveg, ami fel van rakva, ez nem igaz, ez nem jó. Azt látja a Google, hogy te folyamatosan másolod saját magadat. Hogyha azt egy oldalon jeleníted meg, ami jól van optimalizálva, és arra mindig áthivatkozol, az egy helyes megoldás erre. Kulcsszavak. Hogy miket akarunk elérni? Hopp, azt nem ráközelítek a képre kicsit.
közgazdasági fogalom, ez a hosszú farok, biztos sokat hallottátok már, hogyan néz ki ez a dolog. Vannak nagyon népszerű kulcsok, itt a példa azt mutatja, hogy a logisztika az a legnépszerűbb, nyilván egy szavas keresőszó, és úgy nyúlik el ez a zábra, ahogy lesznek egyre speciálisabbak ezek a kulcsok. És ezen belül kell a marketing stratégiánkat alakítani. Nem nagyon látszik a posztalkos, hogy van egy ilyen mondat, hogy a napi újkeresési kifejezések száma 10-25% között mozog a Google-be. Gondolnátok, hogy ennyi idő után még mindig ekkora az aránya annak, hogy olyan szavakat írnak be, ami soha előtte nem volt a Google-ben? Ez egy nagyon érdekes dolog. Kellene nekünk azért küzdeni adott esetben, hogy mi a logisztika szóra ott legyünk? Fedi az a teljes szolgáltatási területeket? Kellene nekem azért küzdenem, hogy a web szóra ott legyen? Tehát dehogy kell. Nekem nagyjából a egyedi responsive weboldala kulcs szóra kell megfelelnem ahhoz, hogy a mostani leginkább nyújtott szolgáltatásunknak azt mondjam, hogy mi arra tudunk választ adni. Időt, energiát, erőforrást spórolunk meg magunknak is, és egyébként így tudunk relevánsak maradni, mert ezzel foglalkozunk. Egyébként ez így újra előtt a fókusz, ez mindig előjön. A másik tipikus példa, amikor még olyanokat is látok, hogy egy számítástechnikai üzlet megkeres minket, és látom a palettáján, hogy ő weboldalt is készít. És akkor megkeresnek minket, hogy weboldalt készítsünk. És a magyar vállalkozások üzeme, ez mindennek foglalkozik, amire megkérik őket. Tehát ez tényleg így van, hogyha van egy nyomtatód, akkor te nyomd le itt a érvényességet is folytatsz. Hogyha beszéltél már kétszer internetes marketingről, akkor te már tanácsadni is tudsz. És minden egyéb. Ez így nem igaz. Én nem vagyok elég jó szakember sem a keresőoptimalizálásban, sem a közösségi marketingben, azért mert mind a kettővel foglalkozom. És mert te foglalkozom cégemmel is, és még mobil optimalizással, és minden egyébben. Akkor leszek jó szakember, akkor már csak az egyikkel fogok foglalkozni. Remélhetőleg ezért pont majd a csütörtöki előadás jó lesz, mert a Léva Jécsi hasonlóan egy webes cégből gyakorlatilag leválasztotta saját magát, és csak a Facebookkal foglalkozik, semmi mással, közösségi marketinggel. Úgyhogy ő elmondhatja magáról azt, hogy gyakorlatilag van ideje arra, hogy jó szakemberé váljon, ami nagyon nagy dolog. Jó, mindent a felhasználó élmény. Hát, ha látnál az üzlettársamok egyébként a grafikusunk, hogy erre egy ilyet hagytam, és pár képet, akkor biztos nem kiakadna, hogy mit jelent a web design és a felhasználó élmény, az UX. Ez egy olyan szakterület, ami megint csak egy, ha egy alkalmazást készítenek, külön ember van arra, aki a felhasználó élmény. Nézi, külön a teszteli, és akkor ez így sokszorozódik attól függően, hogy mekkora az applikáció. Rendkívül fontos, hogy mi hova kerül, mekkora az a gond, mire gondolunk, hogy gondolunk-e arra az alkalmazásunknál, hogy amikor előveszi a mobilt a zsebéből az ember, akkor ők hol van, hogy ő látássérült-e, süt a nap, ahol használják ezt az alkalmazást. Olyan dolgokra kell gondolni, mert nem is gondolom az ember, hogy egyáltalán figyelembe kell venni akkor, amikor alkalmazást készítünk. Rendkívül érdekes terület. És hát itt hoztam egy-két print screen-t. Ez három webáruk, ezt azért pörgetem így le, nagyjából a felépítést lássuk. Mindegyiknél a termékstruktúra bal oldalt van. Mindegyiknél volt, azt hiszem, igen, nagyméret a slider kép, azon kívül meg, hát most, hogy épült fel, az már mindegy. De az első, de a nyomokban hasonló. És ez nem azért van, mert nem tud meg mondjuk jobb oldalra tenni a termék kategóriákat, hanem azért van, mert ezt szokták meg az emberek, így keresik, ide nyúlnak hozzá, és akkor érzik jól magukat, hogyha gyakorlatilag mindent ott találnak meg, ahova kattintani akarnak. Nagyon sokszor, nagyon érdekes volt például a KTK-nak a honlapja, ez rengeteg alkalommal előkerült ismerősök által, amikor velem beszélgetnek. Mindig előjön ez a te ezzel foglalkozom, mondj jól a vélemény típusú dolog, és soha nem lehetett semmit megtalálni rajta. Ez ilyen ötszintű menüstruktúra, ahol egyszer horizontális, egyszer vertikális, utána bejön, középen tartalmi mezőben megjelenem a riportot. Ezzel nem volt jó, úgyhogy az egy jó példa arra, hogy ne.
Egyen ezzel van kapcsolatban a weboldal architektúrája, vagy illetve ez már egy kicsit ilyen kód jellegű dolog. Mi mit értünk alatt, ezt a példakép jól mutatja. A Zavincs magánklinikának az oldala. Fölül látjuk azt, ami az URL-sáv, nem, ami a tájfutban van, az oldal címe. Alatta az URL-sávot, és azt lehet észrevenni, hogy mind a tájfutban, mind az URL-ben gyakorlatilag követjük a ugyanazt a logikát, tehát az orvosaink bemutatkozása Dr. Tizedes György oldalon vagyunk, pontosan azt a fa struktúrát hozzuk létre, ami alapján a Google eljut oda, ami alapján gyakorlatilag egy oldaltérképet hoz létre és követhető. És ugyanez látszik az oldalon is, tehát hogyha nézzük azt, hogy hogyan követi a látogató, akkor ő is visszamegy az orvosokat. Tehát egy logikus, felépített struktúrát követ végig a weboldal, és ezt létre kell hozni mindenhol. Ha ezt nagyon jól csináljuk, a kód szinten, hogyha UX-ben mindenben ezt csináljuk, akkor nagyon jól tudja használni a felhasználó. És a Google is pillanatok alatt átmegy rajta. Nem szenved be, nem keresgél, nem kell rossz összefüggéseket találnia, és ezért szereti az oldalakat, és ezért hajlandó előrébb sorolni például. Na, a linképítés, de jelentőség azért van, tehát azt nem lehet elhagyni, független attól, hogy én nem vagyok a híve annak, hogy ilyen linkeket halmozunk. Nézzük erről is egy példát. Az egyik londoni ügyfelünknek van egy kereső optimalizáló szakembere, ilyen robotokat ír arra, hogy linkeket helyezzen el halott fórumokban, ahol már legalább egy hónapja nem szólt senki a fórumhoz. Egy nagyjából releváns kommentet elhelyez a blogban, ami átmutat az adott oldalra, és akkor nem követik az adminok se azt annyira, hogy már ez egy hónapos cikk, nem nézik, nem törlik ki a kommentet. A szöveg is kicsit oda kapcsolódik, tehát nem csak az, hogy a linket berakjuk, hanem a szabályoknak megfelelően helyezzük el, és ez így ment. És még azt sem mondani, hogy ilyen kiugró lett volna a linképítő stratégia, mert hogy nem az volt, hogy egyik héten volt 10 link, a másikon meg 1000, hanem mindig ilyen középmagasan mozgott a linképítés. Mégis másfél évig ott volt Londonban a második helyen mindenféle fogászati implantátumra azok a cég, szerintem csak kiesett a Google-ből. Utolérte egy olyan ellenőrzési metódus, amikor azt mondták, hogy ez így nem szabályos. Utána nem lehet vele mit csinálni. Van mögötte egy sok milliós szoftver, van mögötte nagyon sok pénz, amit elköltöttünk rá, de szembe mentünk a Google-nek az irányelveivel, kihasználtunk kiskapukat, és hát röviden megszívtuk, mert hogy valami más kell kitalálni ezen túl. Nem egyszerű történet, ez egy nagyon labilis talaj egyébként. És a folyamatosság, az meg a másik kedvenc, amikor 2 hét alatt elérjük az eredményt. Meg egy hónap alatt fölvisszük az első helyre a cégét. Hát ez nem működik, ezt soha nem lehet abba hagyni. Maga a szoftver is folyamatosan változik, tehát amihez igazodni kell. Nem ám, hogy az, hogy elértél egy eredményt, és akkor te ott vagy. Nagyon könnyű. Amit elérni könnyű, nem könnyű, azt elveszíteni még sokkal könnyebb. Ez egy gyakorlatilag egy olyan folyamatos folyamat, ahol minden, amitről eddig beszéltem ezen az ábrán, egymásra épülve, egymást segítve, kiegészítve kell csinálni. No, beszéljünk akkor a hirdetésekről egy picit. A Google AdWords, ugye ezen a fizetett kereső hirdetés, miért jó ez? Nem kell olyan sokat várni ugye adott esetben, hogy elérjük a céljainkat, hanem ezeket előrébb lehet hozni pénzért. Ez a fontos azért a Google-nek, hogy ennek azért mindig meglegyen a szerepe. Tehát a kereső optimalizálás, hogyha olyan egyszerű lenne és olyan könnyű lenne eredményeket elérni, nem lenne reklámbevétele a Google-nek. Erre egy jó példa egyébként a Google kereső, ami mármint úgy értem a Google keresőt, hogy az oldalba építhető Google kereső, hogy beírsz egy weboldalon belőle egy keresőszót és kidobja a találatokat. 4-5 évig nem kellett keresőt írni, még egyedi háttérrendszerre se beraktad a Google keresőjét, beírtad a keresőszót, kidobta a találatokat. Amíg nem csinált egy olyat a Google, hogy bevágta elé a 3 AdWords-es találatot, az első 3 találatot. Most képzeljétek el, kerestek adott esetben a Da Vinci Klinika oldalán, beírjátok, hogy mit tudom, belgyógyászati rendelés, kijönnek a találatok, és az első 3 találat az a másik 3 magánklinika Pécsről, és utána jönnek a weboldal találatai. Ha nem akarod, hogy ez legyen, akkor fizess érte. Hát ez is benne van. Hát, hogyha mi inkább úgy kerüljük meg, hogy saját keresőket írunk, de ez mondjuk a mi dolgunk.
azért jó az AdWords, mert ez egy rendkívül, tehát amellett, hogy ugye fizetni kell érte, eszméletlen jó szoftver. Tehát olyan szinten fejlődik, olyan szinten lehet a piaci igényekhez, napi elvárásokhoz igazítani, hogy aki ezzel foglalkozik, az tényleg üzleti modelleket tud felfuttatni. Így netpincér, egy olcsóbbat, akiket ma már így használunk, meg minden, gyakorlatilag csak Google AdWords-ből indult el. Az olcsóbbat üzleti modellje az úgy nézett ki, hogy azt mondták, hogy mi vagyunk egy nulla cég, létrehoztunk egy oldalt, legyen mondjuk a befektetése 2 millió forint, amiből a szoftvert létrehozták, az alapszoftvert, és AdWords-ezzünk. Mindenhol mi legyünk az első találat, mindig hozzánk jöjjenek át. Nagy pénzt költünk el a Google-ben, olcsóbbak lesznek a kattintások, legyen mondjuk 5-6 forint kattintásonként. Átjönnek hozzánk, megnézzük a terméket, tovább mennek a cég oldalára. Amikor tovább mennek a cég oldalára, akkor a cég fizet az olcsóbbaknak. Innen már ugye az üzleti szemlélettel rendelkezők sejthetik is, hogy a kettő közötti árésből gyakorlatilag egy milliárdos bizniszt csináltak itt Magyarországon, azáltal, hogy ők olcsóbban veszik a kereső személyt a Google-től, mint ahogy tovább adják a cégnek. Erre épült az egész. Ma már sokkal nagyobb biznisz, mert nem kell mindent fizetett forgalomból oda vinni, mert az ember egyébként is megnéz az olcsóbbat, ott az árgépet, meg az árkeresőt. Jó. Hogyan működik ez a keresőhirdetés? Ezért néhány példát hoztam magammal. Rengeteg szűrés és beállítási lehetőség van, demográfiai adatok alapján is, mint ez például egy területi beállítás, megadhatjuk sugár szerint, terület szerint, város szerint, mindenféleképpen, hogy hol akarjuk, hogy a hirdetésünk megjelenjen. Ugye ehhez kell kapcsolnunk a kampányunkhoz mindig hirdetésszövegeket, releváns legyen a tartalomhoz, mint ez pár karakter is releváns legyen a tartalomhoz, a keresőhöz, és mit. Tehát maga a kereső, ahova beírják a keresőszót, a hirdetés és az érkező oldal, az mind ugyanarról szóljon, akkor tökéletes a logikánk, ezen addig kell dolgozni. Ez mi ez a kis keyword pszichológus rész, ezt azért így gyorsan megemlítem. Ez azt jelenti, hogy a hirdetés szöveg első szava az az lesz, amit te beírsz a keresőbe, hogyha túl hosszú, akkor pedig az, hogy pszichológus. Nagyjából ennyi. Ezért, hogyha te azt írod be, hogy pszichiáter Pécsen, akkor is ezt fog kérni, csak azt fogjuk írni, hogy pszichiáter Pécsen, pszichológus Pécs, konfliktus kezelés, egyéb csoportterápia. Relevánsabb választ adunk, mint hogyha azt írnánk, hogy pszichológus Pécsen, igaz? Kicsit megvezetés, de hogyha azt mondjuk, hogy egyébként a megoldási struktúránkban benne van, akkor érdemes. De rengeteg esetben nem az. Tehát, hogyha volt olyan ügyfelem, aki távoli munka végzés szoftvert értékesített az interneten, ugye ilyen Microsoft 365 hasonló dolog, ilyen felhőben való dolgozás, és távoli munka végzéssel kapcsolatos kódszavakkal, hát egy pár nap alatt, vagy minden nap gyakorlatilag két óra alatt lefogyasztottuk a napi költségkeret, ez azért mindenki távmunkát keresett. Na hát akkor ez egy olyan terület, ahol a szinonima miatt elég nehéz megtalálni azokat a sarokpontokat, amivel lehet tudjuk választani azt, hogy mit jelent az, hogy távmunka felhőben cégek számára, és mit jelent az, hogy én távolról szeretnék munkavállalóként keresek állást. A jelhez választjuk a kulcsszavainkat, rengeteg lehetőségünk van, meg lehet nézni azt, hogy adott kulcson előtt mit írnak be a keresőbe, azokat ki lehet zárni, hogyha nem olyan, amit mi szeretnénk, és minden egyéb. Ami fontos szempont, az átkattintási arány, és sokan nem tudják, hogy a minőségi mutató az azt mutatja meg, hogy mennyire releváns a keresőszó, a hirdetés és az érkező oldal, és az átkattintási arány. Hát egy webáruház nem, hogyha 1-3%-os az átkattintási arány, ez nagyon jó. Ennél a szolgáltatásnál 14-10, van 26%-os átkattintási arány is van. Ez azért van, mert jól van pozícionálva a hirdetés, releváns a tartalom, és a területi megközelítés is olyan, hogy nem szórjuk szét gyakorlatilag ezeket a hirdetéseket az országban bárhol, mert senkit nem érdekelne az, hogyha Pécsen eljöhetnének pszichológushoz. Ugye? És hát a tartalom is tükrözi gyakorlatilag ez a véget a logikának. Jó, hogy jelenik meg a display hirdetés, ugye ez a másik terület a Google AdWords-nek a kereső hirdetés mellett. Ennek az eszköze a Google AdSense, ami azok.
én helyet adok az oldalamon, hogy megjelenjen a Google hirdetése, és akkor ő azt kihasználja. De hogyan használja ki, ez is egy elég érdekes dolog. Hogyha te böngészel, ezzel egyel, vagy többre megy, mert ott van a példa is, hogyha te böngészel mondjuk baba-mama témában, és sok ilyen blogot olvasol, vagy legalább olvastál ilyet, akkor hogyha utána egy informatikai oldalon leszel, vagy egy árszorsít oldalon, ebben a Google AdSense-ben téged akkor is követni fognak a baba-mama témák. Téged akkor is a Gmail hirdetési felületein azok a témák fognak megtalálni, amit egyébként nézel. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog. Hogyha valaki előtt bármikor demóztok, vagy ilyesmi, nekem elég gyakori, hogy nekem demóznom kell cégeknél, ez nekem nagyon figyelnem kell arra, hogy én mit nézek az interneten. Google Chrome-ban van úgynevezett anonymous ablak, amiben úgy lehet keresni, hogy nem jegyzi, hogy miket kerestél korábban. Mert hogyha valami olyan téma jelenik meg, egy hirdetés, egy YouTube videó megjelenik, egy hirdetés, ami kellemetlenül érinti a demozást, ez nem a legjobb pillanat. Erre jó példa ez a japán lányos dolog, ami egyébként kínai, csak ezt nem javítottam ki most sem, tavaly is pont ugyanígy voltam, hogy felírtam, hogy japán lányok is egyébként kínai volt a példa. A tavalyi webkonferenciáról van ez, ahol az előadó a Ustream-nek a valakia volt, és Prezi közben megjelent YouTube videón, többször is, mindig az jelent meg, hogy Do you wanna meet with a Chinese girl? Ez a valószínűleg valamilyen dating site-ot nézegetett, vagy mondjuk azt, hogy azt és nem, ugye valami felnőtt tartalmat, de így, hogy a saját laptopja volt, és 400 hasonló gondolkodású ember ült ott, azt lehet mondani, hogy elég élült a poén, hogy ez jelent meg. Mindenki tudta, hogy miért van ott, mindenki tisztában volt azzal, hogy ez mit jelent, és ő ugye kattintgatta hirtelen, hogy ez így tűnjön el onnan, de kellemetlen volt. Tehát erre én azóta így kiemelten figyelek, hogy semmi olyan, hogyha ha valaki küld nekem valamit, ami hasonló, vagy bármi egyéb tartom, azonnal törlöm az előzményeimből. Hát így ez elég fontos. Ahogy ez a beszélt fajtájéről is, ugye van képes, szöveges és digitális tartalmi hirdetés, ezeket találkozhatunk. Szövegesen van ott képe, vagy mondjuk már ugye a YouTube-on már nem lehet lassan videót nézni, úgyhogy ne jelenjünk meg egy videó, vagy ilyesmi, de ezekről van szó. És hát célzási módszerek, az pedig nagyjából mondtam, ezek az érdeklődési körök, elhelyezések, nyilván van ilyen nem, kor szerinti, vagy kor szavak szerintétű. Tudja Google, hogy adott milyen kulcsok vannak az oldalon, az mivel foglalkozik, az alapján lehet elhelyezni a hirdetéseket, lehet direktbe kirakni egy oldalra, ha nagyon azért akarunk küzdeni. Hát érdekes ez a remarketing listák, ez például a cégek számára egy kifejezetten jó dolog. Most képzeljétek el, hogy létre lehet hozni a remarketing listákat, hogy én azokról akarok információt gyűjteni, akik az én oldalon mondjuk távcsöveket nézték, akik mondjuk a fényképezőgépeket nézték, és utána ezeket a listákat találom meg a hirdetésemnek, csak azzal a témával, csak azzal az üzenettel. Gyakorlatilag szinte személyhez lehet szólni a hirdetésünkkel. És minél jobban csináljuk ezt a dolgot, annál jobb eredményeket tudunk elérni. Jó, hát nagyjából ennyire lett volna kereső. Most még van egy kis útravaló, amit így gondoltam, hogy mondok, és akkor utána még marad is idő, hogy esetleg kérdezzetek. Egy kis LinkedIn. Sokan vagytok pályaválasztás előtt, vagy ebben a fázisban az életeteknek. Mindenkinek kell rendelkezni ebben a szektorban is egy LinkedIn profillal. Egyre jobban megy Magyarországon is, IT szektorban rendkívüli módon, tehát a fejlesztő cégek azok már itt keresnek alapvetően. Hogyan kell LinkedIn profilt üzemeltetni? Ez is egy érdekes dolog. Ez is egy kereső, hogyha belegondoltok. Nem arra fog keresni, hogy mi a neved, hanem arra, hogy téged mi érdekel, mivel foglalkozol. Találd ki azt, hogy téged mi alapján kereshetnek meg, és azok a kulcsszavak alapján építs fel a profilodat. Hogyha ezek megvannak, akkor te elő fogsz jönni abban a tárgyban. És amikor jön egy verseny, hogy te előrébb legyél azokra a kulcsszavakra, amikre, tehát jó, most azt tudom mondani, hogy egy webfejlesztő Pécs, ez egy megfelelő kulcsszó, akkor neked azokkal kell küzdened, akik hasonlóan gondolkodnak, és a webfejlesztő Pécs van, hogy hogyan tudsz ugye ezzel tovább menni.
Minél jobban ki van töltve a profil, az annál jobb, ez tenni egyértelmű, annál több rajta a szöveges tartalom. Legyen saját URL-ed, megjelensz a Google-ben. Nem rossz, hogyha a második találat a Facebook mellett az a LinkedIn, és nem valami agyament közösségi oldal, vagy egy olyan fotó oldal, ahol esetleg a buli fotóik föl vannak. Nem is gondolnátok, hogy, vagy hát remélem gondoljátok, de hatalmas jelentősége van ennek a digitális lábnyomnak, amit nevettétek alapján van. Nekem sajnos foglalkoznom kell a saját cégnél azzal, hogy kit veszünk föl. Ez egy hatalmas szenvedés számomra. Nem is akarnék ezzel foglalkozni alapvetően, de már a digitális lábnyom alapján kiszűrök rengeteg embert. Úgyhogy nem is beszéltem vele, nem kérdeztem tőle senkit, semmit. Az, hogy tudunk-e, akarunk-e egyáltalán vele együtt dolgozni. LinkedIn-en szerintem senki nem néz posztokat másiktól, de tegyetek ki. Tegyetek ki olyan szakcikkeket, amiket olvastok. Azért, mert hogyha valaki oda téved az oldalatokra, akkor azt fogja látni, hogy mi az érdeklődési területetek, milyen irányba specializálottok, úgymond. Az nagy baj, hogyha ha nem olvastok valamilyen saját érdeklődési területet, tehát ez így ilyen elvárás lenne, hogy azok a kompetenciák, amit itt az egyetemen megkaptak készségek, azok jók arra, hogy így megismerjétek területeket. De nagyjából ennyi, tehát a megismertek területeket, utána azt, hogy abban jó legyél, ki kell választani a területedet, vagy a területeidet, és abban menni tovább. Az nagyon kevés ahhoz, hogy valamit tudj egy cégnél, ami itt az egyetemen elhangzik. Erre nincs lehetősége az oktatásnak, hogy ilyen részleteibe belemenjenek. Mosolyog, ez nagyon egyszerű dolog. Pici, de azért fontos. Tehát a képen nem jó. Egyszerűen ránézzek, és az első pillanatban azt mondom, hogy vele nem akarok együtt dolgozni, neki ennyire rossz kedvű, a mi csapatunkban nem élik bele. Gyűjts ajánlásokat, erre egy nagyon jó rendszer van a LinkedIn-nek, hogyha te valakit valakit pontozol, hogy ő ért ahhoz, akkor ő is vissza fog nagyjából pontozni téged, mert ő kap egy e-mailt, meg mindenfélt arról, hogy valaki azt mondta, hogy te értesz ehhez, és akkor te szerinted ő mihez ért. És ez egy ilyen automatikus metodik, és mennek ezek az ajánlások gyakorlatilag. Saját CV és projektek, ezt is érdemes feltölteni, ha jó, ha nem, akkor nem. Tehát, hogyha nem nincsen saját projektek, ami egy kicsit is érdekel, legyen ez egy blogírás, egy cikk, amit valaha megjelentettél, egy bármilyen érdeklődési dolog, azt írd ki. Ezek a, ha belegondoltok, megnézzétek azt, hogy egy munkaadó milyen szempontból lát titeket, és megkap egy önéletrajzot. Hát én is kaptam például, hirdettünk állás lehetőséget két héttel ezelőtt, kaptam 30 önéletrajzot. Ha most az önéletrajz alapján kellene eldönteni, hogy kik jönnek be, semmit nem tudnék csinálni. 30 emberrel leülnék beszélgetni, és akkor lenne valami. Döntöttünk az alapján, hogy milyen a digitális lábnyomuk. Döntöttünk az alapján, hogy oldották meg a próbafeladatot, és sajnos 2-3 ember játszik azok között, akikkel egyébként leülünk beszélgetni. Én sajnálom, már sokat többet vártam, de így lett végül. Úgyhogy ennyi a tanácsom, illetve még valami. Nem hiszem, hogy mindenki saját startup vállalkozást fog indítani. De a szemlélet, a vállalkozó szellem, a kockázat viselő képesség, az megvan mindenkiben. Nem biztos, hogy te vezető személyiség vagy, hogy te tudod vinni az ilyen dolgokat, de tudsz csatlakozni olyan ötletekhez, amiben tudsz hinni, és akkor van esélyed arra, hogy olyan munkád legyen, olyan életviteled, amit igazán szeretnél, és ki tudsz benne teljesedni. Hát olyan nincs, hogy te elindítasz egy startupot, és akkor majd egyedül csinálod azt a dolgot. Ahhoz csapat kell. És a csapat mindig vannak olyan résztvevők, akik rendkívül értékesek, de mondjuk nem ők vezetik, vagy nem ők találták ki az alapot. És rengeteg ilyen terület van, akárcsak ezek a startup weekendek, vagy bármi, ahol elmehet egy közgazdász, egy grafikus, egy webfejlesztő, egy bárki, és összerakják őket csapatokba. És nem is ismert senki, csak a kis kreativitás, vagy tehetség által, ha tudsz hozzátenni, bekerülhetsz olyan körökbe, amire nem is gondolni. És akkor nem arról van szó, hogy te ingyen dolgozom másfél évig valahol gyakornokként, hogy legyen munkatapasztalatod, mert hogyha nincs munkatapasztalatod, akkor nem vesznek föl sehova, hogyha nincsenek saját projektjeid, ha nincsenek saját komoly érdeklődési köreid, akkor ugye megint csak nem tudunk előrébb jutni, mert megint nem vesznek föl. Előnyre fogják részesíteni még azt is, aki árufeltöltőként dolgozott 6 hónapig, mert legalább már dolgozott. Úgyhogy az a magyar valóság egyébként.
Jó, még valamit mondok, de csak akkor, hogyha nincs kérdés, illetve nem, előbb legyőzött kérdéseket. Hogyha bármi, ami itt elhangzott, hogy ami érdekelne titeket, akár rólunk, vagy azzal kapcsolatban, amit mondtam. Kristóf? Engem az érdekelne, mondtad, hogy ugye legtöbb potenciális aranyatok az külföldről érkezik, és ők hogy találnak meg titeket, hogyha ti igazából nem kommunikáltok felé. Kommunikáltok egyáltalán? Nem. Nem, mi nekünk soha nem volt marketing igazából saját magunkra. Az első 8 évben egy olyan oldalunk volt, ahol kint volt a logó, meg a referenciáink. És a jelmondatunk, az a munkáink, az érveink kicsit elcsépeltnek tűnik most már így, tehát hogy ki kell találni egy jobbat. Azok határoznak meg minket, sokszor bekerülünk ilyen, nem ilyen évhonlapja pályázatra, meg ilyesmi, de ez is egy ilyen nagy személyes kedvencem, hanem komoly ilyen gallery site-okra, ahol kiemelnek egy-egy szakmai szemmel, megnézik azt, hogy milyenek az oldalak, és az alapján döntenek, nem egyéb, akár anyagi zsűrizés alapján. És az nagyon sokat számít, hogyha egy-egy ilyenen bekerül az ember. A másik pedig igazából azért kicsit ilyen kapcsolati dolog. Tehát valahol el kell indulni. És mi például ott indultunk el, hogy volt egy pécsi vállalkozó, aki kiment külföldre, és 10 éve ott van, és szívügye volt, hogy pécsi céggel dolgozni, és azok közül mi voltunk a legalkalmasabbak, és így elindult ez a dolog, elkezdtünk, ott is megjelentek a munkáink, és az így gyakorlatilag generált ezt a dolgot. De nem úgy kell kezdeni, hogy olyan cégeknek dolgozunk, mint ha innen beesne egy kis bolt, hanem olyanoknak, akik kis specifikációkat, terveket, sokszor csak munkáknak a részfolyamatait csináljuk. Tehát, hogy már ebben a globalizálódott világban, ha csak azt nézzük, hogy ők egy olyan céget keresnek, aki mondjuk mobilra optimalizált sitebuildet tud csinálni kész grafika és kész CMS alapján, vagy kész háttérrendszer alapján, az is gyakorlatilag mondjuk nagyobb volument jelent, mint itt egy teljes projektet megcsinálni. És megtalálják azokat a szakmailag jó cégeket, ezekre megvannak a megfelelő felületek, ahol meg tudunk úgy jelenni, hogy nekünk az gyakorlatilag nem kerül semmibe. Úgyhogy nagyjából ennyi. Ezzel kapcsolatban, ha itthonra dolgoztunk volna, és az itteni szintet képviselnénk, akkor soha nem lennének külföldi munkáink, szerintem. Mi tartsz bennetek egy itthon? Én szeretek itt lenni, Pécsen. Nekem itt a csárban kondol. Az üzlettársam is pécsi. Utálom Budapestet, hosszos, nem szeretem. És semmi okom nincs elmenni innen. Az egyetlen okom az lenne, hogy nem mondom, hogy a legszuperebb külső hatások vannak így mindenféle politikai indítatás nélkül. Nem mondom azt, hogy a legjobb dolog Magyarországon vállalkozást létrehozni, mert nem pont a legjobbak az adófeltételek, de hogyha valaki nagyon akarja, még ezt is, ez sem helyhez kötött, hogy hova adózik. Egyszerűen nincs értelme elmenni. Addig, amíg nincs valami olyan, hogy kérik a személyes jelenetet, de erre pedig nincs példa a munkáink során. De lehet, hogy még egy lobbying is, ahol már több száz embert foglalkoztat az Budapesten, akkor ment ki, amikor annyi millió dollárt tettek bele, hogy azt mondták a befektetők, hogy nyissatok már egy irodát Bostonban, mert egyébként meg nagyon szarul érezzük magunkat, hogy a világ másik végére fizetjük a pénzünket. És ennyi volt az apropója a dolognak. Munkaerő, van itt jó, de nekünk le kellett hozni Pestről az első vezető fejlesztőnket, az igaz. De lejött. Hogyha itteni cégeknek dolgoznánk, akkor nem tudnánk megfizetni azt a munka erőt, aki nálunk dolgozik, de így igen, szóval én nem tudom, én szeretek itt lenni, nekem itt van az összes ismerősöm, ennyi gyakorlatilag. És ezzel kapcsolatban egyébként az a véleményem, ami kicsit kisarkított, hogy aki elmegy külföldre diplomával mosogatni, meg pincérnek, meg egyebek, az nem tud boldogulni itthon. Én azt csalódásnak élném meg, hogyha ki kellene mennünk külföldre azért dolgozni, mert itthon nem tudok érvényesülni. Ez nyilván rengeteg egyedi szituáció meg helyzet van, ezt tényleg nagyon kisarkítva mondom. Az, aki mi vezetőfejlesztőnk volt, és most novembertől az MRCIS-nek egy ilyen Ustream kaliberi cégnek az egyik vezetőfejlesztője lett, tovább lépett, egyébként minden gond nélkül elérte ezt a fejlődési útvonalat, hogy már túllép a mi cégünkön. Hogyha őt elviszik Svájcba dolgozni 2 év múlva havi 4 millió forintért, akkor
akkor ő kiment külföldre dolgozni a szakmai tekintélyével és a szakterületén fog dolgozni. Ha valaki kimegy azért, hogy szerencsét próbáljon meg, nyelvet tanuljon és a Mekibe dolgozunk például, én azt ilyen csalódásnak élem meg igazából. Mert nem erre vagytok hivatottak, nem ezért tanultatok, nem ezért küzdötök úgymond az egyetemen, hogy olyan területeken dolgozatok, például Angliában, ahol maga a kormány kijelenti, hogy mekkora hiba volt, hogy az EU után beengedett ennyi munkavállalót, és ugyanezt van a közhangulatban, a munkaadókban, a fejekben, megaláztatások és minden egyéb. Szóval így, ezt én így nem találom egyébként egy jó útnak, de hát ez mindenki maga dönti el, mennyire bevállalós. Más kérdés? Egyébként ez lett volna mondanom a végére, de ezt így most így tudtam ehhez kötni. Még volt valami ilyen hátborzongató gondolatom, de ezt már elfelejtettem. Jó, hát hogyha nincs más kérdés, akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg a lehetőséget, hogy itt láttam, hogyha valakinek még itt kivett kérdés van, azt is feltehetjük.